A tegnapot követően most napról napra melegszik a levegő, és egyre több napsütésre is számíthatunk. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Pár apróbb záporok, futózáporok még lehetnek, és ma is némi csapadékban részünk lesz, de összességében már nagy mennyiségű csapadékra nem kell készülni, és tényleg inkább a napsütés fog dominálni. Várjuk az aktuális időjárással kapcsolatos képeiket a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. És egy fantasztikus felvételt ezúttal is hoztam magammal. Huszár Szilamér a Duna-deltánál, a Fortuna-tónál készítette ezt a csodálatos képet. Nagyon szépen köszönjük ezúton is. Nos, a nap már nem csupán csak erőlködik, hiszen jelenleg a Kárpát-medence legnagyobb részén felhőtlen az idő. Viszont pont a napsütés hatására indul majd be a gomoly felhőképződés, és alakulnak ki a záporok és zivatarok kora délután a Duna-Tisza közén. Majd egyre inkább haladnak ezek a kis gócok dél-keleti irányba, sőt, nyugatra is besodródhat egy-egy kisebb, nagyon rövid ideig tartó frissítő zápor, esetleg zivatar. A szél iránya is változott a mai napra. Eddig ugye az északnyugati szél hozta hozzánk a hűvösebb léghullámokat átmenetileg, úgyhogy tegnap volt a hét leghűvösebb napja, ma már a nyugati-délnyugati légmozgás gondoskodik arról, hogy több ponton a 28 fokot is eléri a hőmérséklet, a Kárpát-medence egész területét figyelembe véve 22 és 28 fok közötti maximumokra számíthatunk. És ahogy mondtam, napról napra lesz egyre melegebb, úgyhogy egyre inkább eléri, sőt meghaladja a 30 fokot a hőmérséklet. A hétvégén már zömmel 30 fok felett alakulnak a csúcsok, 34 fok is lehet. Közben az éjszakáink is nagyon határozottan enyhülnek, néhol még a leghűvösebb percekben is csak 20 fok lesz a hőmérséklet minimum értéke. Fátyol és gomoly felhők azért lesznek felettünk, nem lesz teljes mértékben zavar. Vartalan a napsütés, apróbb záporok, futózáporok is tarkíthatják a napjainkat, legnagyobb eséllyel pénteken, viszont markáns változékonyságra biztosan nem kell számítani hétfőig. Hétfőn ugyanis újra elér bennünket egy front, emiatt ismét szükség lesz az esernyőkre, több helyen kialakulhatnak záporok és zivatarok is. Ma a Környezetvédelmi Világnapon egy olyan élőlény védelmére szeretném felhívni a figyelmüket, amelyet kinézete miatt sajnos sokan írtanak a kertekben, pedig valójában egy igen hasznos és ártalmatlan rovarról van szó. Ez pedig az óriás tőrös darázs. Mérete miatt gyakran összetévesztik a lódarázzsal. Nézzük a különbségeket. A lódarázs mintázata jellegzetesen csíkos, fekete-sárga. Az óriás tőrös darázsnál azonban más a potroh rajzolata. Nagyobb sárga foltok jellemzik. Méretük valamivel nagyobb, és bár fullánkjuk is van, szerencsére, ha csak direkt nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Lábaik tüskések, szárnyaik rövidebbek. Általában korhadó fatörzsek közelében köröznek, egészen közel a talajhoz, ahol a kártevő rovarok lárváira vadásznak. Azt javaslom, hogyha nem tudja eldönteni teljes bizonyossággal, hogy melyikkel van dolga, hívjon szakembert. Méhész vagy rovarírtó természetesen felismeri a látogatókat. Megéri a tudatos döntés, hiszen az óriási tőrös darázs védett. Természetvédelmi értéke 50 000 forint. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra!